kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hétközben valamennyi kedves nézőjét. A nyár közeledtével megszaporodnak az idegenforgalomról, a turizmusról szóló riportok. Így van ez nálunk is, hisz adáskörzetünkbe tartozik a Balaton, amely mint ismeretes Magyarország egyik kiemelkedő turisztikai célpontja. Az elmúlt években nagyon sok gond, nagyon sok probléma volt a Balaton vízminőségével. Éppen ezért vált szükségessé, hogy a térség jövője új alapokra helyeződjék. Erről volt szó a nemrégiben kezd helyen megtartott Nemzetközi Balaton konferencián. A riport előtt még elmondom önöknek adásunk hívható telefonszámát, 72-es körzet 210-224-es. A Magyar Turisztikai Egyesület, a Turisztikai Világtanács és a Green Globe Nemzetközi Környezetvédő Szervezet közreműködésével megrendezett konferencia azokat a környezetvédelmi és marketing lehetőségeket tárgyalta meg, amelyek a Balaton és térsége számára biztosabb jövőt jelentenek. A jelenlegi helyzetet elemezve a résztvevők egyetértettek abban, hogy azonnali tettekre van szükség a tó megmentése érdekében. Ennek egyik lépése lehet a környezetbarát turizmus fejlesztése. Ezzel együtt hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy külföldön a Balaton ne csak a halpusztulásról vagy az algavirágzásról legyen ismeretes. Ez a konferencia abban fog segíteni, hogy a Balaton jó hírét kicsit helyrehozzuk, mert azáltal, hogy a világ ilyen rangos és mindenütt ismert szervezetei itt vannak, és föl is ajánlották, hogy a Balaton legyen, a Balaton térség legyen a Green Globe első közép-európai desztinációja, utazási célterülete. Ez halatlan erős reklámhatással bír mindenütt. Ha ez így van, ha a Green Globe együttműködik, akkor itt tényleg történik valami, mert különben nem állna mellénk. Elismerik az erőfeszítéseket, hogy itt már van egy kormánybiztos, vannak programok, van egy turizmusfejlesztési koncepció. Érdemesnek látja, hogy beszálljon, segítsen, és mielőbb megmentsük a tavat, és tényleg egy újfajta turizmust csináljunk. Ez a jelentősége a Green Globe részvételének, és ennek az egész konferenciának. A lényeg az egésznek, hogy egy esetleges, spontánul alakuló tömegturizmus helyett, ami rendszerint elég alacsony színvonalú, kevés költéssel jár, a jövőben sokkal inkább a kisebb volument, a nagyon magas színvonalat és a szakmailag legkorszerűbb szolgáltatásokat kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a Balaton önmagában ne csak úgy vonzon turistákat, hogy itt víz van és 6-7-ig napfény, hanem tényleg hozzunk létre turisztikai termékeket, amelyek más vonzerőre is alapulnak, és ezt a vízpartot is tegyük sajátossá. Ez azért is elsődleges feladat, mert a Balaton számára óriási konkurenciát jelent a földközi tenger, ahol a szezon nem 60 napig, hanem 5-6 hónapig tart. És ha esetleg rosszra fordul az idő, akkor is ott vannak olyan látnivalók, mint Velence, Róma, Firenze vagy Barcelona. A Balaton fontos sajátossága az, hogy édes víz, sekély és nem élnek benne veszélyes ragadozók. Változatossá kell tenni a tó és térségének kínálatát, és nem általában pufogtatni a világban, hiszen arra sose lesz elég pénzünk, hogy megfelelő hírverést csináljuk, hanem ezeket a rétegeket megcélozni és ide vonzani. A cél tehát a minőségi turizmus. De mit is jelent ez valójában? Azzal mindenki tökéletesen egyetért, ugye, hogy át kell térni a minőségi turizmusra. Azt kevesen merik megmondani, a minőség az azt jelenti, hogy drágább, de kevesebb. Hogyan vélekedik mindenről egy balatonparti kereskedő? Hát sajnos idén már nem vagyok optimista. Miért nem? Rendkívül nagy mértékben érint bennünket az infláció mértékében emelt bérleti díj növekedés, és attól tartok, hogy ezt a közel 30%-ot nem fogjuk tudni realizálni egy ilyen vegyes élelmiszerüzletbe. Most már az összetétele nem olyan a vendégkörnek sem, mint volt 3-4 évvel ezelőtt. Hogyan változott? Évhez nem is merem hasonlítani, mert akkor sokkal több volt az idősebb német, idősebb osztrák, aki tőlünk szépen vásárolt, most nem csak a mi boltunkat, hanem úgy országos viszonylatba veszem. És hát most már az utóbbi években szinte mindig csak ugyanazok a
hozzánk hasonló képességű és igényű emberek jönnek. Tehát az igényt a pénztárcára értem természetesen, mert azért aki eljön ide munkanélküli segélyből nyaralni, éppen úgy párizsit vásárol, mint az én barátaim vagy rokonaim. Sajnos ettől tartok. És abból bizony olyan árrést realizálni nem lehet, mint a tokai asszúból, meg a pikszalámiból. Minőségi turizmus, azaz jó módú sokat költő turisták ideérkezése nemigen képzelhető el repülőtér nélkül. A Balaton mellett kettő is található, de egyik sem működik igazán. Kiliti komoly anyagi gondokkal küzd, a Sár melléki egykori szovjet repülőtér pedig csak lassan kapcsolódik be a forgalomba. 1994 nyaráig folyt itt a talaj megtisztítása a kerozintól. A szinte háborús károkkal felérő pusztítás megszüntetését követően a repülőtér sorsának alakulása szinte az egész Dunántúl idegenforgalmi és gazdasági életét befolyásolhatná pozitív irányban. A Sármelléki repülőtérről kivonult szovjet légierő örökségének gondja a mai napig kísérti a nyugat-balatoni térség sorsát. Az elhanyagolt, lepusztult épületek mellett a környezetben okozott károk milliárdos nagyságrendet tesznek ki, hiszen a talajba beszivárgott kerozin eltávolítása éveket vett igénybe. A térség települései közvetve vagy közvetlenül elsősorban az idegenforgalomból élnek, hiszen az ipari létesítmények nem számottevőek, vagy az évek során felszámolásra kerültek. A Sármelléki repülőteret ma a Balaton Airport üzemelteti. 1995. április 1-től a Zalavár Sármellék Airport Kft. Üzemelteti a repteret, amely társaságot a két község, Zalavár és Sármellék polgármesterei önkormányzata alapított. Sokak véleménye szerint ez a repülőtér Magyarország második legnagyobb repülőterévé alakulhatna az adottsága miatt. Ez valóban így van? Köztudott, hogy Magyarországon ugye Ferihegy létezik, mint a legnagyobb nemzetközi közforgalmú nyilvános repülőtér. Ezen kívül Dunántúlon az egyetlen olyan betonpályás megfelelő adottságokkal rendelkező repülőtér, amelynek komoly esélye lehet arra, hogy egy regionális repülőtér szerepét betöltse a közeljövőben. A megvalósításhoz nyilvánvalóan a első és a legfontosabb, mint mindenhez, pénz, tőkeerős befektető, de talán még mindezt megelőzően a jelenlegi rendezetlen, tisztázatlan tulajdonviszonyok rendezése. Jelenleg a terület, illetve a repülőtér területe állami tulajdon, az APVRT, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében állami tulajdonban van, és mint ilyen az eladó ingatlanok listáján szerepel. Érdekes, és számomra és számunkra, akik már régóta szenvedünk ebben a témában, kissé meglepő és nehezen magyarázható dolog az, hogy egy ilyen kiemelt idegenforgalmi helyen kiváló adottságokkal rendelkező repülőtér gyakorlatilag több mint 5 éve az orosz csapatok kivonulása után egyszerűen az enyészetre van hagyva, és itt milliós, milliárdos értéket pusztulnak, nem csak itt, hanem szerte az országban a hasonló objektumoknál. Konkrétan véleménye szerint Zalavár lakói mit profitálhatnának a repülőtér üzemeltetéséből? A Zalavár lakói nagyon sokat tudnának profitálni. Az egyik oldali részen az, hogy a vételárból az önkormányzatok valamilyen visszajuttatást kapnak, tehát ez egy mentőkötél lenne a jelenlegi önkormányzati nagyon-nagyon szűkös gazdálkodáshoz. Ez az egyik. A másik nagyon fontos az, hogy munkalehetőséget tudna biztosítani a repülőtér, mint ahogy most is biztosít, hiszen ebben a szűkös körülmények között is azért 15-20 ember mondjuk Zalavárból is dolgozik itt a repülőtéren a közös megelégedésünkre. Az irányító toronyban évek óta Ivánkai Antal repülésvezető gondoskodik a repülőgépek biztonságos le- és felszállásáról. 6 éve működik a repülőtér, 1993 vagy lényeges visszaesés következett be a forgalomba. A lehetőségeink az óránként 200 személyes gépet ki tudná szolgálni, ha ennek a technikai feltételei meg lennének. A legfontosabb lenne egy olyan pályavilágítás és egy bevezető fénysor, ami a megfelelő nemzetközi előírások szerint
a nagy kategóriás gépek leszállásához minden segítséget meg tud adni. A környék idegenforgalmában exponált érdekeltek közül a Danubius Hotels ismerte fel elsőként a repülőtér kínálta rendkívüli lehetőségeket, és ez a forgalom növekedésében április 27-én új fejezetet nyitott. Ekkor szállt le a Crosser első középméretű gépe, a mintegy 80 személyes Jumbo Lino. A Danubius Hotels nagyon jelentős összeget fektetett be a sármelléki repülőtér üzemeltetésébe. Miért? Hát tulajdonképpen az elmúlt évben a reptérnek a működése bizonytalanná vált, ugyanakkor a Danubius RT vezetése úgy érezte, hogy az a 3 évvel ezelőtt elkezdett első próbálkozó lépések, hogy a Balaton Airportra nyugat-európai utasszállító repülőgépek érkezzenek és a szállodánkba vendéget hozzanak. Feltétlenül úgy értékeltük, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, ez egy eredményes 3 év volt mögöttünk. Rendkívül negatívan érintett volna bennünket, hogyha a reptér bezár és nem tudja fogadni a Crossair-nak a charter gépeit, ezért érezte úgy a Danubius, hogy szükséges a KFT-be beszállni. Az elmúlt években a Crossair kis gépei egy olyan 500-600 svájci vendéget hozott a Danubius szállodáiba. Hogy ez a munka eredményes, bizonyítja azt is, hogy mai nappal tulajdonképpen már egy SAP 2000-es, egy nagyobb utasszállítógép érkezett a Balaton Airportra, ami teljes kapacitása egy 65 személy. Hiszem azt, hogy a jövőben Európa, esetleg egyéb más országaiból is lehet egy charter kapcsolatot kiépíteni a Balaton Airport és Németország, vagy netalánten Európa távolabbi országa, Skandinávia városaiból, és meggyőződésem, hogy a minőségi turizmusnak egyik lehetősége egy minőségi vendégkört találni, aki nyilvánvaló 1500-2000 méter kilométeres távolságban nem autóval fog, vagy busszal ide bumlizni hozzánk, hanem repülővel szeretne megérkezni. Az adottságok megvannak, és nem csak az idegenforgalom, hanem az ipar és a mezőgazdaság, és ezen keresztül az egész ország gyarapodásának lehetősége is. A felismerés és a bátrabb kezdeményezés a milliárdos befektetés gyors megtérülésének lehetősége is. A csúcs 9300 utas volt, véleményem szerint, ha a érdeklődés, tehát hogy úgymond hírbe hoznánk a repülőteret egy olyan 1800 kilométeres európai körzetbe, általában a repülőtér iránt a német nyelvterületre érdeklődnek, évi 100 000 utast simán ki tud már szolgálni. És nem utolsó sorban a környező helységeknek, illetve hát az itt élőknek, a lakóknak munka lehetőséget. Ezen kívül még komoly lehetőség, mert helyünk van a repülőtéren, Vámudvar és egyéb ilyen ipari vámterület nyitására is alkalmas, van helyünk bőven. A sármelléki repülőtér hasznosítása legalábbis részben megoldódni látszik. A területén fekvő, jelenleg romos épületek és azok környezete még sok lehetőséget kínál, akár az utasforgalom kiszolgálására, akár egyéb létesítményekre. A kapuk csupán a kijövő utasok mögött záródnak, a további lehetőségek előtt viszont mindig nyitva állnak. Honfoglalásunk 1100 éves évfordulója alkalmából országszerte megemlékezések zajlanak. A Pécsi Orvostudományi Egyetem az elmúlt héten tudományos üléssel emlékezett meg a jeles évfordulóról a Magyar Orvosképzés 800 éve címmel, amelyen neves pécsi előadók számoltak be a honfoglalással kapcsolatos kutatásaikról, az oktatás múltjáról, jelenéről, kiemelkedő személyiségeiről. Ez idén ünnepeljük a magyarságnak a Kárpát-medencébe történő megérkezésének, a honfoglalásnak 1100 éves évfordulóját. A magyarság azonban innen közismerten keletről érkezett, és a kelet tudat, az eredet tudat, az mindig egyfajta nemzettudatot, megtartó erőt jelent. Azt próbáltuk végkísérni, hogy a Kárpát-medencébe az eurázsiai füves pusztaságnak a legkeletibb részéről hogyan érkeztek ide a keleti lovasnomád népek. Ebből a térségből ez volt a népvándorlás kiinduló térsége, és innen érkeztek Ázsia déli részén keresztül, az Ural déli részét érintve a Kárpát-medencébe a hunok, az avarok, a türkök és nem utolsó sorban a magyarok.
Vajon ezeknek a kalandozásoknak van-e valami orvostörténeti vonatkozása? Bizonyára van, mert az egészség és hozzákapcsoló orvoslás, orvostudomány az nyilvánvalóan minden nép esetében fontos szerepet tölt be. Ha csak arra utalok, hogy a legprimitívebb népeknél és a nomád népek nem voltak azok, de sámányaik együtt a gyógyító orvosok is voltak. Tehát tulajdonképpen a történelem és az orvos történelem, orvostudomány történelme összekapcsolódik. Ön, mint az emlék ünnepség szervezője, milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy épp a honfoglalásunk 1100. évfordulóján ünneplik a magyar orvos képzés 800. évfordulóját? Ez azért van, mert a városunk volt az első egyetemi város. Nagy Lajos 1367-ben itt alapította az egyetemet. Az, hogy éppen itt, annak az előzménye ma 800 évre megy vissza, harmadik Béla uralkodásának az időpontjára. Három ilyen feltételt mondanék, amelyet harmadik Béla uralma alatt valósítottak meg, harmadik Béla intézkedései révén. Az első, a Béla által kidolgozott birodalmi stratégia, amely nyugat fele defenzív, kelet és dél fele offenzív volt, és ennek az eredményeképpen várt Pécs az ország mértani központjává. Másodszor, harmadik Béla az ország korabeli 10 egyházmegyéje közül csak a pécsit ruházta fel azzal, hogy az egyházmegyében a pécsi püspök szentet adott, és a harmadik, mert harmadik Béla volt az az első uralkodónk, aki úgy akart magyar értelmiséget teremteni, hogy magyar fiatalokat küldött külföldre, egyetemekre, főiskolákra tanulni, és nem kész értelmiségieket, orvosokat, papokat hozott az országból. Itt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1923-tól van orvosképzés. Azóta milyen iskolateremtő egyéniségek kerültek innen ki? Talán elsőnek Pekár Mihály professzort említeném, akit ugyan én személyesen már nem ismertem, de viszont mint felsőházi tag el tudta intézni, hogy nem Győr kapta meg az egyetemet, amikor ugye Pozsonyból kitették a Csetka Erzsébet Tudományegyetemet, és Győr nagyon erősen harcolt érte, de hát Pekár Mihály el tudta intézni, hogy Pécsre került az egyetem, ő lett az élettan első professzora és igazgatója. Feltétlenül említésre érdemel Enc Béla, aki a Korbonszan tanára volt, és mint dékán tulajdonképp ő szervezte meg azt az egészen kitűnő kart, ami a II. Világháború után itt Pécset kialakult. Az ő tanszéki utóda volt Vamhányi professzor, aki szintén egy egészen kiemelkedő, olyan előadó volt, hogy Budapestről jöttek le hallgatók egy-egy előadását meghallgatni. Még Enc Bélára egy pillanatra annyiba térnék vissza, hogy például, hát az én igen szeretve tisztelt mesteremet, Szent Ágottai Jánost is, ő hozta Pécsre mégpedig oly módon, hogy dékán, és hát 17 éves pécsi itt tartózkodása alatt egy nemzetközi szempontból is ismert és elismert iskolát tudott létrehozni. A pécsi orvosképzés miként követhető nyomon az ön, illetve a művészek által készített numizmatikában? Az egyetemnek kezdettől fogva vannak emlékérmei, amely az alapítása majd a Pécsre költözésnek a tényét örökítik meg az utókor számára, a különböző pro-universitáte érmek, melyeket érdemekért adtak, nem beszélve és főleg a személyi érmekről, amelyen szinte az egyetemünk majdnem minden kiválóságát megörökítették. A művészek között nagy neveket találunk, így például Ferenczi Bénit, Kishalő Strobe, Zsigmondot, vagy a régebbiek közül, de a pécsiek közül megemlíthetem Rétfalvi Sándor, Munkácsi díjas szobrászművészünket, azután Soltra Elemért, vagy Török Jánost, kitűnő portréérmeket készítettek egyetemünk nagyságairól. Tulajdonképpen, ha ezeket mind be lehetne mutatni, akkor egy gyönyörű tabló állna össze a pécsi Erzsébet Egyetem tanári karáról egész napjainkig, hiszen szerencsére ma is készülnek a neves professzorokról művészileg is szép emlékérmek.
Az orvostudomány és az orvosi technológia jelenlegi fejlettsége mellett bizonyos betegségek gyógyításának egyetlen lehetséges és egyben legeredményesebb módja a szerv- és szövettranszplantáció. Magyarországon az első sikeres veseátültetést 1973-ban végezték a Sotén. Régiónkban, itt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen csak 20 évvel később kerülhetett sor ilyen szervátültetésre. Ennek megvalósítása azonban egy sor elkölcsi kérdés dilemmát vet fel. Mint az európai államok többségében, nálunk is a tiltakozás törvénye van érvényben. Ami azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozik, az beleegyezést jelent ahhoz, hogy halála esetén szerveit, szöveteit transzplantációs célokra felhasználják. Helyesnek tartják-e azt, hogy transzplantáció során a halottakból veszik ki a szervet? Hát én nem helyesen. És miért? Nem tudom megmondani, de szerintem ez nem helyes. Én igen, hogyha új életet meg lehet menteni, akkor igen, én hozzájárulnék. És azt tudják, hogy egyébként Magyarországon a transzplantációhoz nem szükséges az előzetes beleegyezés. Tehát, hogyha önök nem tiltakoznak, akkor automatikusan kivehetik a szerveiket. Ezt nem tudom, inkább hozzájárulás kellene, de én személy szerint hozzájárulnék, ha tudnám, hogy valakit meg lehet menteni ezáltal. Persze, ez természetes. Ha egy olyan fiatal és egészséges szervezeti halottal állunk szembe, aminek a szervét lehet használni, egyelőre úgy tudom, hogy a hozzátartozónak a beleegyezése szükséges. Az élet értelmét tovább viszi, tehát szerintem vallással se ütközhet elvileg. A halálom esetén inkább a családomat kellene megkérdezni, hogy mi a véleményem erről. Utána én már úgysem nagyon tudok mit mondani. Mindenképpen a halál után is vannak bizonyos személyis jogok, amelyek az elhunytal vagy a hozzátartozóit megilletik, és ennek következtében, ha valaki már az agyhalál állapotában, akkor sem vehetik ki szerveit és használhatják fel szabadon. Tehát ezt mindenképpen szabadon kellene. Januárjában indult a program, és az első beültetést 93. szeptemberében végeztük. Azóta hány betegen sikerült műtétet végrehajtani? 77 betegen végeztünk transzplantációt, és lehet, hogy ma egy vagy két beteg még transzplantációra kerül, mert az éjszaka az allergiásokra hoztunk két vesét. A transzplantációnak a sikerét két szempont szerint szokták értékelni, hogy a beteg hogy ér túl, illetve a beültetett vese hogy ér túl. Nekünk 6%-os körüli a halálozásunk, tehát 94%-a a betegnek túlélte a vesetranszplantációt, és a vese egy éves túlélése az kb. 85%. Ez az országos adatokhoz viszonyítva milyennek mondható? Ez az országos adatoknak megfelel, és megfelel az európai adatoknak is. 93-ban én lettem az első itt a klinikán, és az urológiára hoztak be kezelésre engem pénteki napon, és akkor ott mondták meg, hogy vesét kaptam. Kicsit meglepődtem rajta, és mindjárt azon gondolkodtam, hogy sikerülni fog-e a műtét, vagy sem, mert tudtam, hogy ha nem sikerül, akkor újból művese kezelésre kell járnom. 4 órakor kezdték, mondták, és este 7 órakor lett vége a műtétnek. Sokkal jobban érzem magamat így most, mint amikor jártam művese kezelésre. Most ehetek is, ihatok mindent, amit gondolok, mint más egészséges ember. 5. napos beteg vagyok. 2 gyerekem van. Így 15 és 15 február 29-e óta kezeltek Kaposváron. 3-szor jártam egy héten dialízisre. Nagyon örülök, hogy kaptam vesét. Jól vagyok. Nagyon rendesek itt a nővérek is, az orvosok. Azt lehet tudni, hogy honnan szerzik be a vesét, illetve milyen körülmények között? Igen, régiónkhoz 4 megye tartozik, Baranya, Tolna, Zala és Somogy megye. Agyhalottakból nyeljük, akiknél rendszerint koponya sérülés vagy agyvérzés miatt áll be az agyhalál, és
ha ebben a négy megyében történik ilyen eset, és nincs egyéb transzplantációt kizáró körülmény, akkor nekünk jelentik, és mi megyünk, és eltávolítjuk a két vesét. Az esetek zömében a beteg saját vesét nem távolítjuk el, az új vesét pedig a csipőtányérba, vagy a jobb, vagy a baloldali csipőtányérba ültetjük be, a veseartériát a csipőartériával, a vesevénát a csipővénával varjuk össze, a húgyvezetéket pedig a húgyhólyagba. Volt-e már arra példa, hogy egy agysérült hozzátartozója tiltakozott volna azért, hogy ne távolítsák el az illetőnek a veséjét vagy szerveit? Igen, volt erre példa. Bár a törvények nem írják elő, hogy a hozzátartozó beleegyezést kérjük, mi minden esetben ezt meg szoktuk tenni, hogyha erre mód van. Ilyen esetben, hogyha a hozzátartozó tiltakozik, akkor mi eltekintjük a vesekivételtől. Tudja-e, hogy kitől kapta a vesét, ki volt a donor, vagy egyáltalán kíváncsi lenne rá? Hát nem kérdezősködtünk, de ahogy hallottam, valami 22 éves kislánytól kaptam, és annyit mondtak, hogy Szent Lőrinc és Pécs között lett a baleset. Nem kérdeztem meg még. Érdekelné, hogy ki adta? Egy kicsit igen. Jogilag kiből válhat donor? Jogilag mindenkiből, aki az életében nem tiltakozik ez ellen. És nem írásba vagy szóba nem jelzi, hogy ő nem hajlandó a szerveit halál után erre a célra átadni. Milyen erkölcsi kérdéseket, dilemmákat vethet fel Magyarországon a szerv, illetve szövet transzplantációja? Mint mindenhol a világon számos erkölcsi dilemma kapcsolódik a transzplantációhoz. Például mindjárt az első az, hogy ki az ember teste halála után, vagy akár amíg él. Saját magáé az emberéje, halála után a hozzátartozókéje, vagy egyáltalán az ember, amíg él, döntet arról, hogy mi történjen a testével halála után. Ez az egyik, és elég komoly kérdés. A másik példa az, hogy hogyan válhat valaki donorrá. Tehát milyen módja van annak egy adott országban, hogy valaki szervőszövet donor legyen. Magyarországon a feltételezett beleegyezés elve van érvényben, amely lényegében azt jelenti, hogy az ember, amíg él, nem tiltakozik szervkivétel, szövetkivétel ellen, akkor az úgy tekintendő, mintha beleegyezett volna szervének, szöveteinek kivételébe. Azonban két probléma merül itt fel, két komoly erkölcsi probléma. Az egyik az, hogy a magyar jog, a magyar törvény, a 72-es törvény például nem gondoskodott arról, amelyről végrehajtási rendeletben egyébként gondoskodni kellett volna, hogy milyen módjai vannak a tiltakozásnak. És nagyon-nagyon sok ember, gondolom, hogy az állampolgárok 90%-a nem is tudja, hogy van ilyen törvény, amely szerint a feltételezett beleegyezés elve érvényesül Magyarországon, vagyis potenciálisan mindenki szervdonor, szerv vagy szövetdonor Magyarországon. Vagyis röviden összefoglalva, hiányoznak azok az intézmények, amelyek révén tiltakozni lenne képes az egyén. Ez orvosi szempontból mindenképpen egy jó törvény. Ez az etikusok dolga, hogy ezt megítéljék, hogy ez más szempontból jó törvénye, de ez ma Európa nagy részén így van, és az egyénről a társadalom gondoskodik, amíg él, ezért cserébe ez elvárható tőle, hogy halál után adott esetben a szerveit a közösségre hagyja, és ezzel akár 7 ember életét is meg tudja menteni. Egy világi humanista elveket valló orvosetikus vajon miért ítéli el az agyhalált követő szervkivételt? Hát abban az esetben egyáltalán nem ítélem el, hogyha az beleegyezéssel történik,
sőt a transplantációt, mint gyógyító módszert és egy korszerű életmentő beavatkozást nagyra tartok, és elismerem, hogy szükség van erre. Egyéneknek az életét valóban meg lehet menteni, sőt, minőség életet lehet biztosítani számukra. Amivel nem tudok egyetérteni, hogy nem azok döntenek, akik szervadományozók lesznek, illetve nem azoknak a hozzátartozói. Vagyis egy társadalomban igen nagy szükség van az altruizmusra, vagy ha úgy tetszik, felebaráti szeretetre. Tehát én abszolút módon egyetértek a tudatos szerv szövetadományozással, mint ahogy abszolút módon egyetértek azzal is, hogy véradáskor az emberek önként jelentkeznek arra, hogy segítsenek embertársaikon és vért adjanak. Tehát mindenféle kényszer, manipuláció nélkül. Magyarországon évente kb. 450-550 vesetranszplantációra lenne szükség évente, és ezzel szemben Magyarországon 250 és 300 közötti a vesetranszplantációk száma. Végül is minek köszönhető az, hogy nem tudnak minden veseműtétre párút ellátni, megműteni? Ennek az oka az, hogy kevés az alkalmas donor, tehát azon agyhalottak száma, amelyet a kórházak jelentenek, és azokat speciálisan előkészítve várnak minket, hogy azokból a betegekből mi a szerveket eltávolítsuk. Miért etikátlan az, hogyha egy halottból az előzetes beleegyezése nélkül kiveszik a szerveket? Mert azon az alapon kivenni szerveket, hogy a halál után a szervek úgyis elrohadnak, elporladnak, ez egy annyira arrogáns és érzéketlen állítás, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a kegyelet évezredes normáit. A halál nem a szívműködés leállásával egyenlő, hanem az agyműködés leállásával is. Most, amikor az agyműködés leáll, akkor már a légző működés is, tehát a légzés is leáll, és ez is életfontos funkció, de a légzést lélegeztetőgéppel pótolni lehet átmenetileg. A világon mindenhol elfogadják az agyhalál fogalmát? Nem fogadják el, főleg bizonyos egyházak utasítják vissza az agyhalál fogalmát. Ez kapcsolatban van a léleknek a testből való elmenetelével. Itt az alapállás, az egyház részéről csupán az etikai alapállás, hogy a halál bekövetkezte után lehetséges csak kivenni szervet. Élő testből nem. Na most az már inkább orvosetikai kérdés, vagy orvosi kérdés, hogy a halál kritériumait egyértelműen meg tudják állapítani. Tudomásom szerint Németországban nagyobb hangsúlyt kapott, illetve talán így mondanám, hogy azt találták helyesnek, keresztény szempontból etikailag elfogadhatónak, hogyha a személyi döntésnek mindenképpen elsőbbséget adunk, sőt azt mondjuk, hogy ha nincs személyi döntés, akkor transzplantáció nem lehetséges, etikai szempontból nem fogadható el. Ez az alapállás. Úgy látom Németországban. Na most nyilván emögött az a gondolat húzódik meg, az a ősi gondolat, hogy az ember saját maga dönt, maga felett. Ugyebár? Most a kérdés természetesen az, hogy adott esetben lehetséges-e feltételezni, hogy neki szándéka volt beleegyezni, hozzájárult volna. De mégis úgy tűnik pillanatnyilag, hogy a kifejezett
szándék megnyilvánulást kívánja meg az egyház, vagy az egyházak, és csak ez esetben tekinti etikusnak a transzplantációt, vagy etikai szempontból elfogadhatónak. Úgy tudom, idegeket nem lehet átültetni, pedig a most következő riport főszereplőjének előbb-utóbb új idegrendszerre lesz szüksége. A dolog úgy kezdődött, hogy egy januári reggelen Pál Jánosné Karmacsi házának egyik szobájában egy 22 tonnás teherautóval találkozott. A házat szinte romba döntötte a találkozás, és a gyermekét egyedülnevelő asszony azóta albérletben várja a megoldást, ami egyre késik. No persze, nem is Magyarországon lennénk, ha a biztosító, a szakértő, a jogi képviselő és a hatóság harcából nem a vétlen, a károsult húzná a rövidebbet. Egy életmunkáját döntötték romba. Hogy személyi sérülés nem történt, az csak egy pár gyermekcipőnek köszönhető, amit az anya és gyermeke a reggeli órákban tisztítgatott a ház másik helyiségében. Mi történt január 11-én? Január 11-én egy 22 tonnás tátra, megragva az uzalékkal, berohant a házamba. Hogy észlelte mindezt két kisgyermek mellett? Úgy észleltem, hogy egy marha nagy robajt hallottam, és a fiam, aki még fönt feküdt a szobába, kifutott, már akkor a robaj volt, azt hitte rászakad a ház. És jött le szólni, anyu, gyere, mert egy nagy kocsi bejött a házba. Sírva futottam ki, és kérdeztem a gépkocsi vezetőt, hogy mondja meg, mit csinál. És azt mondta nekem, azt mondjam, ne haragudjon. Nem akartam. Jogi képviselőt fogadtam, már kijött a biztosító, és itt letorolt, hogy minek kell nekem ügyvéd, minek kell nekem igazságügyi szakértő. Ők nem tagadták meg azt, hogy nekem nem fizetnek. Mennyit akar a biztosító társaság fizetni, és melyik? A Hungária biztosító, én úgy tudom, hogy nem tudom, 180 vagy 200 ezer? Mit lehet 200 ezer forintból csinálni ezzel a házzal? Semmit, semmit, semmit nem tudok csinálni. Már egy házat fillérekből 200 ezer forintból fölépülni nem lehet. Az önkormányzat hogy áll a problémájához? Az önkormányzat úgy áll a problémámhoz, hogy én kértem tanácsi segélyt, nem térítendőt, és kértem, hogy a gyermekemnek az ellátását engedjék, vagy mérsékeljék az iskolában. Itt ingóságkárosodás is történt, azt felmérte-e valaki, mennyi a kár? Eddig nem mérte föl senki se. Kérték? Igen, kértük, de nem hajlandó a biztosító még egy levelet se küldeni. Eltelt a kár óta 2 hónap, ön beszélt a gépkocsi vezetővel, hogy vélekedik az esetről? Igen, én beszéltem a gépkocsi vezetővel, a gépkocsi vezető nagyon sajnálja, hogy így történt. Ő nagyon föl van háborodva, már negyedévenként 20 ezer forint biztosítás fizet a kocsijára, és a biztosító aláíratott vele egy olyan papírt, hogy ő minden kárt érít. Akkor miért nem fizetnek? A gépkocsi vezető mennyire vonható az önök részéről felelősségre, hiszen önök vele állnak szerződésben? A gépjárművezető semmiféle kár megtérítése nem kötelezhető. A kötelező gépjármű felelősség biztosításnak az a lényege, hogy a felelősségbiztosító a gépjárművezető helyett áll helyét, az általa okozott kárt téríti meg a károsultnak. Azóta eltelt 3 hónap. Pálné és lánya bérelnek egy lakást, melynek költségeit várhatóan megtérítik. A ház az önkormányzat határozata alapján bontásra van ítélve. Egy alagy több mint 800 lakosszámláló községben, ha történik egy ilyen tragikusnak mondható esemény, mint Pál Jánosné, mit tud gyorsan csinálni a polgármesteri hivatal? Több az esetben, hogyha van megfelelő szolgálati lakás vagy bérlakás, akkor természetesen azonnal kiutalja. De Pál Jánosné esetében mi ezt nem tudtuk csinálni, mert a községünkben egyetlen egy olyan helyiség nincs, amit ki lehetne utalni. Azért mi az ő kérésére adtunk egy hivatalos igazolást, hogy nem tudunk biztosítani a számára. De a műszaki ügyintézőnek az álláspontja szerint ezt a lakást helyreállítani csak úgy lehet, hogy teljesen le kell bontani, és a lebontás után újrafalazni. Ilyen suszter munkával nem lehet ezt a helyre bűvölni, mert hiszen itt más bávorkodás nem lehet, mint a lebontás és az újjáépítése. Hogy kifogad el egy ilyen bontási határozatot, és hogy dönt egy igazságügyi szakértő, nos, úgy tűnik, hosszadalmas perlekedés várható, ha bíróságra kerül az ügy. Az elsőfokú tárgyalás talán májusban, és a jogerős ítélet talán jövő ilyenkor. A károsult jogi képviselője a biztosító társaság kárszakértőjének véleményét ellenszakértette. Álláspontja szerint pillanatnyilag más lehetőség nincs, mint a statikus szakvéleményt bevárva, egy egyesített szakvéleményt elkészítve,
Az ingatlant le kell bontani, és ezzel az ügyfél eleget tud tenni annak, hogy a bontás realizálódjon az önkormányzati határozatnak megfelelően. Tovább nem egyezkedik, hanem a bírói utat választja. A jogi képviselő a következő nyilatkozatot juttatta el hozzánk. Ügyfelem Pál Jánosné Karmacsi lakos biztosító elleni ügyében az alábbiakban foglalom össze jogi álláspontomat. Az 1996. január hó 11. napján bekövetkezett káresemény óta folytatjuk a peren kívüli egyezkedést, de sajnálatosan, bár önkormányzati hatósági bontási határozat kötelezi ügyfelemet a ház lebontására, s bár három igazságügyi szakértő, ingatlanforgalmi, műszaki, statikus és egyöntetően kinyilatkozta a bontási határozat jogszerűségét, illetve a kár mértékét, a biztosító hajthatatlan, a szétdőlt házat kívánja helyreállítatni. Nem marad más hátra, mint a bírósági peres eljárás. Tény azonban, hogy a tegnapi nap folyamán a biztosító megbízásából újabb műszaki szakértő jelezte érkezését. Kelt 1996. április 4-én. A biztosítótársaság jogi képviselője a következőket mondta. A jogszabály kifejezetten kimondja azt, hogy a megalapozatlan kárigényeket a biztosítónak el kell utasítania, tehát a biztosító felé fennáll egy olyan jogszabályi rendelkezés, hogy amennyiben megalapozatlan kárigény, ügyét éli meg a biztosító, hogy megalapozatlan kárigényt terjesztenek be hozzá, azt el kell utasítania. Most a jelen esetben azért húzódik az ügy, mert a biztosító részéről úgy látjuk, hogy megalapozatlan kárigényt terjesztett be az épület tulajdonos. Ennek az az oka, hogy a Karmacsi körjegyző által elrendelt bontási határozat véleményünk szerint megalapozatlan, ezért a lebontani elrendelt teljes épület forgalmi értékét, amit az épület tulajdonos követel a társaságunktól, azt nincs lehetőségünk megtéríteni. Álláspontunk szerint a gépjármű károkozással összefüggésben az épületnek a helyreállítása szükséges, a rendelkezésünkre álló adatok és a rendelkezésünkre álló szakvélemény szerint. A jogerős bontási határozatot, mely szerint április 4-ig a lakóépületet le kellett volna bontani, az Zala megyei közigazgatási hivatal felülvizsgálta, és a határozat három pontját törölte. Március 29-én egy helyszíni vizsgálat azonban az elsőfokú döntést hagyta helyben, miszerint életveszélyesé nyilvánítja Pál Jánosné házát. Baratta Egon statikus igazságügyi szakértő írásos határozatában is műszaki értelemben használhatatlannak minősíti az ingatlan. Valóban igaz az, amivel engem ide hívtak, hogy ez életveszélyes. Egy kicsit a látottakat megrágva és elolvasva az előzményeket, azt hiszem egy komplet szakvéleményt elég hamar össze lehet ebből állítani. Én azt hiszem, hogy ebben az épületben megtartandó nagyon kevés. A műszaki kompetenciával bíró szakértők véleménye, a vélemények összesítése, egyeztetése talán eredményt hoz Pál Jánosnénak. Ez az eredmény azonban csak a bíróságon fog megszületni, amikor az összes szakértő meghallgatására sor kerül. Az önkormányzat adta ki az első bontási határozatot, vajon ott lesz-e ő is másodfokú alperesként? Valószínű, hogy sokáig fog húzódni ez a dolog. Mit csinál a két gyermekkel addig? Nem tudom. Magyarországon egyedülálló, de Európában is ritka gyűjteménye van Pécsett dr. Pozsár Vilmosnak. Kristályai a világ minden tájáról kerültek lakásába. Mielőtt megtekintenék egy ritka gyűjteményt, köszönöm figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra. Hány darabból áll a gyűjteménye? Hát, hogy őszintén megmondjam, ezt magam nem tudnám konkrétan megmondani, össze kéne számolni. Több száz, több ezer? Hát, hogy éppen több ezernek lehet venni. Melyik volt az első darab? Az első darabon voltak éppen egy hazai példány, Olasziból, Fényos Olasziból származó ólomszúrti darab volt, amit volt tanáramtól. Utókúrsáll látotól kaptam Debrecen Egyetemen, és ez volt az a darab, ami inspirált arra, hogy gyűjtő legyek. 27 éve foglalkozom gyűjtéssel, és ennek megfelelően állt össze az anyag, amit látható. Ez szakma és hobbi? Hát tulajdonképpen kettő együtt, mert volt tanáromnak köszönhetően választottam én is a lásmányközöttön oktatását az egyetemen, és ennek megfelelően ebben élek, úgymond szakmai szinten is, és hobbi szintjén is. Minden egyes darabnak története van, minden egyes darabhoz emlékei fűződnek. Nyilvánvaló egyrészt a beszerzés kapcsán, ami vagy saját gyűjtés alapján történt, vagy pedig vétel, azután csere, ajándék formában. És ugyanakkor az is fontos, hogy az egyes darabok, egyes példányok honnan származnak.
És honnan származna? Hát anyagom túlnyomó többség az Kárpát-medencei. Többi része gondolnék az európai, illetőleg Európán kívüli földrészekről való. Dél-Amerikából, Brazíliából, Afrikából, Katanga, illetőleg Madagaszkár területéről, Ázsiából, India. Mennyi időt tud ennek a hobbinak szentelni? És hogyan? Hát, hogyan szerez örömet? Minden nap megáll, és akkor 5 percet, 10 percet, mikor mennyi ideje van, nézegeti? Ha hazajövök, akkor első dolgom az, hogy ezt megnézem, de reggel, mert elmegyek. Ugyancsak végigjárom minden polcomat, és megnézem, hogy történt-e valami változás. Hát nyilván nem történik semmi, csak az ember rá tudja nézni, mindig talál valami volt rajtuk. Illetve bennük. Elnézést, de a háziasszony szól belőlem. Hogy tudja rendben tartani ezt a rengeteg hát ez ténylegesen külön gond. Általában évente egyszer szokott történni egy hirdetés. Ez egy külön szertartás. Ez egy külön szertartás, igen. Ilyenkor úgymond minden a házba erre fog összpontosulni. Illetve 3 havonta le kell a porcokat törölgetni, illetve egy kicsit át kell őket nagy és lágy szűrű kezével. Tehát porszívól közelébe dolgozni. Sem lehet a kislány. Porszívól nem lehet, legfeljebb hajszálítóval lehet egyik másik fényes példányt megfújni. Tanár úr, már hallom a fülemmel, hogy a kedves nyitott.